Üdvözlök mindenkit, Urbez Gyula vagyok, itt vagyok a Retro Múzeum előtt Balatonfőkajáron, és ebben a videóban ezt fogom megnézni. Nyomjuk. Nézzük meg, hogy hol van a Retro Ernő. Szevasz, Gyula. Itt van, cső! El se hiszem. Mi újság? Ezer éve. Uram, egy belépőjeggyel, hogy kínáljalak meg. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon retro, buszi egy. Múzeum vonaljegy, nem buszi egy, múzeum vonaljegy, ott kell érvényesíteni. Aha, aha. Így? Igazi, visszahoz a gyerekkori feelinget, amikor buszra szálltam. Készen. Zsír. Csomó új autó van, meg érdekesség, úgyhogy szerintem nézzük meg azt, meg beszéltük ezt a beindítós videót, úgyhogy nézzük meg, hogy mi indul. De ezek előtt hagyj, adjak neked egy ajándékot. Oh. Retro Ernős Hajner Gyulás kurz. Ah, de jó. Ott vagyunk mind a ketten. Ennyi. Na, akkor nézzük meg a kocsikat. Gyere. Mielőtt még kimennénk, szeretnék két dologgal büszkélkedni neked. Igen. Az egyik az, hogy ez a fal, ez itt teljesen átalakult, mert ezek apukám festményei. Sokkal több festménye van, de kiválogattam ide, ami vizesek. Úgyhogy van balatonos, dunás, horvátországos minden. A másik pedig az, hogy kaptam két díjat. 2021-ben Veszprém megyében a ügyfelek alapján, tehát hogy visszajelzés a online térben, 10-ből 10 pontot kaptam. Az igen. Itt az oklevél hozzá, ezt pedig megcsinálták ugyanúgy ezt a felmérést, ez a Google Maps és a Facebook alapján készült, és a vendégeik visszajelzések alapján aranydíjast lettem. Azt komoly. Hozzá a... Azt a de jó. Komoly, nem? Balaton, ez a múzeum, azt a... Ezt segítem. Gratulálok ennél. Köszi. Szeretnek, én is szeretlek. Ennyi. Gyere, keblemre. Várjál! Azt hadd próbáljam már ki. Ó, gyere! Azt a... Na látom, ez mi? Ez mi? Kicsit átfad. Ez egy jaguár. Ez egy jaguár. És ez mikor... 1988-as. 88-as. Az igen. És ez mikor szerezted? Ma. Ma. Igen. Ma hozták. Ma. Ez jó. Megfordulom, hogy soha nem veszel más ami autót, de mindig. Mindig veszel autót. Hát annál is inkább, hogy most így bővültünk egy kicsit, úgyhogy autókereskedés is lettünk most már, úgyhogy csak régi autók lesznek. Aztán. De limitált darabszámban, tehát pár darabokról beszélünk, tehát nem olyan autókereskedés, de ez így szerintem még izgalmasabbá teszi. És most összesen hány darab autó van nem itt? Nem tudom. Nézzük meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Látom, azért bővült a hátsó rész is. Meg még kim van a szamarasz 15. És plusz a lakók. Melyik van olyan állapotban, amit akár be is tudnak indítani? Hát nézd, azért annyira nem készültem, de hát ugye a Jaguar az megy, a Multicar megy, ez a csettegő ez megy, ami már totyogónak van átkeresztelve. Totyogó. A piros Dacia megy, a kék Dacia majdnem megy, a Harburg is megy, a Forman is megy, a Trabant is menne, de abban nem vagyok biztos, megpróbáltam. Azzal még emlékszem, hogy lából jöttél be velem még 3 éve? Vagy... Persze. Az a zöld Trabant, atya úristen. De azt azóta nem van ő kombi Trabant is? Igen, az is új, 601-es kombi. Hát még nincs megpucolva, meg semmi szegénykém, viszont látod, lemurváztuk az egész területet. Aha. Úgyhogy hát egy kicsit másabb, bár már azért ezen is jön át a fűk, hogy majd le kell gyomjatkozni. Úgyhogy szerintem ezt mit szól, kezdjük ezzel, nem? Igen, kezdjük. Hát ez mikor használod utoljára? Múlt héten. Aha. Múlt héten. Ilyen. Megy a pólóhoz. Ipari, ha. Hogy valami bányász vasútba úgy szálltál be. Hát, mert majd meglátod, ha beleülsz, nem olyan egyszerű. Jaj, várjál, izítani kell. Kell nyomni ezt a gombot. És ő utána hazzal végeztél. Kapsz egy libacombot? Ah, kaptál libacombot. Hogy így tudtál? És ennek milyen funkciója van? Már hogy itt? Aha. Hát nézd, 3 oldalra lehet billenteni, tehát murvát tudunk vele hozni ilyenek, ugye ez piros rendszámos. Aha.
tök jó. Szép állapotú nagyon. Ja. Ez jó. Na, tehát igazából múzeumi értéket is képvisel, de haszongépjármű. Tök jó. Ez egy jó befektetés. Én nagyon-nagyon szeretem a teherautókat. Először is ugye nincs rá jogsim, viszont erre ezt vezethetem. Tehát, hogy megvan a feelingem, mert ez egy csakifa. Aha. És ez na, a csettegő? Ez kérlek szépen, ez egy csodamű. Ez egy ilyen házilag barkácsolt valami. A zsuk alvázon van, és Trabant motor van benne, 601-es Trabant, de mindjárt akkor kiszedem az aksit a másikból, és aksa. Indítjuk ezt is. Ja, várj, ezt fel is kell pumpálni a kerekét, várj, akkor csak a Dacia-val ide jövök. Dacia-val pumpálod fel? Hát a szivargyújtóval. Na, ezzel a Dacia-val mentünk kb. Egy éve, ugye? Igen. Ez szeptembertől nyugdíjban van. Aha. Ami nem jelenti azt, hogy nem fogunk vele majd menni, ez meg lesz csinálva, mert ez egy nagyon jó kis autó, figyelj, tetőablak. Na, régen volt megnyitva. Hoppá! Múzeumi darab, és indul! Ugye úgy vigyáz a tárgyaira, hogy egy havonta egyszer legalább igyekszik lemosni, meg ugye beindítani, hogy ne csak a szabad ég alatt álljon és csak úgy legyen, hanem úgy próbál mindegyiket törődni is. Mondtam, hogy így nagyjából ilyen, havonta egyszer azért leszoktad mosni a kocsikat, meg így beindítgatni, amit be lehet, hanem hogy... többször. Ja. Akkor hogy van időm? Erre a kocsira. Hát ez valami ramacs az egész. A kedves veterános barátomtól kaptam két gumit, és csak el kell mennem érte. Na. Hogyha nem mondanád nekem, hogy ez működik, azt hittem, hogy ez egy roncs. Hát azért, mert roncs még harag, működhet, már bocs. Mondjuk ki, az jogos. Na. Mondjuk azt, hogy fellelt állapot. Mutasd ezt a roncsot. És full izé, Trabant hangja van minden. Előbb mentem mellettünk egy csodaszép 601-es. Nem mondod. Egy csodaszép kék. És ő Dunát is lehet, hogy ismertünk. Na, mikor volt indítva? Úgy hagytam a benzinkapot. Ja. Hát, hogy... Ha, nincs benne benzin. Ah. Azért mondom, hogy nincs, hogy mindjárt keverünk be. Tök spontán jöttünk le, de beindítsuk, hát... Csontszáraz. Az jó. Akkor keresünk benzint. Keresünk benzint. Hogy nem fog benzint. Finomítsunk kőolajat. Hát, van kész elétbe? Persze. Ó, tök jó. De, és ezt kapjátok ki. És ez még semmi. És a trakesz? Régi csepel. Ezt is működőképessé lehet tenni. Csak hát ugye a retro erőnek is egy élete van. Igaz? Igen, az is nehezen. Figyelem, megnyílt a Retro Ernő Múzeum, itt Balatonfőkajáron, Balatoni Retro Múzeum. Mindenki jöjjön, itt van, olyan legenda. Ott a legenda. Ezek az ülések. Ki lesz cserélve? De ez így adja a feelinget, hogy... Hát az feeling. És mi lesz kicserélve? Hát nem ott hátul Ikarus szülés sem, úgyhogy megy, a helyett még ide egy új. Igen, aha, erre kíváncsi leszek majd. Ezt kapjátok ki, ez a nyílt motortér. Ez a haláli. Itt tartottunk. Yeah.
Nagyon jó. A váltót láttad? Flavi. Látod? Így. Egyes. Tess. Hármas. Négyes. Üres. Rükvert. Ez nagyon jó. Ezt imádják, ezt a kis járgányt. Sárga lesz, és a Niki átnevezte balatoni totyogónak. Totyogó. Ja, van benne felező is, úgyhogy tudunk vele totyogni is. Aha. Hátra rakunk üléseket, ikarusz üléseket, és akkor itt majd totyogunk ide-oda. Aha, már amennyiben persze lesz hely. Mert itt az mindig baj. Na, akkor ugye van még arrafele a Jaguar. Ja, meg van egy gyönyörű szép retro lakókocsi. Az majd GoPro-ba fogom felvenni, mert olyan szűk belül, hogy ez a kamerában nem fogod látni semmit. Viszont itt van a... Na várjál, ne degradálhat, nem szűk, csak a kamerád nem lát jól. Én kamerám rossz, az én kamerám rossz. Ennyi. Viszont itt van a múzeumnak a lelke, a szíve lelke. Ugye ez az előbb megvolt. A Dacia. A Dacia, ezt ugye használtuk is kb. Egy éve. Van még egy Dacia. Nézzük meg ezt a középső Warburgot. 88-as az autó. Aha. Megvannak a Merkuros papírjai, minden. Van szép a belső is. Hát ez így. De jó, atya úristen, milyen így hallottam ezt a Warburg hangot. Szerintem ilyen 10 évvel simán. És ez a bűn van, én milyen szép. Fogod. Elhúzod. Semmi csicsa, semmi elektronika. Elhúztad, kész süt a nap. Ennyi. És ez is megy. Megy vele kicsit. Kíváncsi vagyok. Ha már egyszer lúd. De jó ez a hang, meg ez az illat. Kijön a gödörből. Hatalmas. Azt figyelj, hogy pöfög. Pöfög és töfög, hú de klaffa. Főleg ez az illat, yeah. Atya úristen, de jó hallod. Úgy örülök, ez is annyira hiányzott. Aha. Mint ahogy karmester, ez hatalmas. Ja, ennek zene a hangja. Ja, igen. Ez tetszett. Istennek nagyon sok warburgos követőnk van és ismerős barátunk. Úgyhogy, hát majd remélem örülnek neki. Persze le lesz ez is polírozva, meg egyéb dolgokat megcsinálunk rajta. Csomag tartott, ahogy így fölnyitod. És ahogy lecsukod, figyeld. Oh, ez a tökéletesnek a hangja. Ez mint a karmester, ilyen zene. Igen. Nagyon jó. Úgyhogy így. Amúgy képzeld el, érdekes módon, napjainkban egyre több mélyütemű Warburgot látok, mint 5-6 évvel ezelőtt. Sőt, az ilyen 120-as Skodákból is többet látok, mint 5-6 évvel ezelőtt. Mert hála jó Istennek, a retro autóknak a tábora az egyre nő. Fénykorát élik. Fénykorát, a második fénykorukat második. Élik. Igen. Úgyhogy hál' Istennek egyre több lesz, ja. Egyre többet mentenek meg. Remélem is. Mentünk meg. Következő szerzeményed ma érkezett meg, ugye? Igen. Amikor jöttem, akkor írtad alá a papírokat. Ez így van. Ez annyira új. 1988-as Jaguar. Azt a rohadt élet. És ez volt minden vágyad? Hát az egyik vágyad. Igen, ez így helyes. Hát ez szerintem a egyik legszebb autót. A forma világa, a eleganciája, és ugye ez ezzel a színnel, ezzel a zölddel, a hajbelsővel. Gyönyörű. 214.000 kilométer van benne. Teljesen gyári az autó. Majd arra figyelni kell, hogyha valahol mész vele, kint hagyod, van az autónak egy olyan része, amit mindenki nagyon szeret, gondolom, tudom, miről van szó. Igen, de már most már nem bántják szerintem. Az régen volt, most már szerintem ezeket igen? Nem bántják. És ott be is indíthatod, miután felnyitott a géptetőt. Tehát 1988-as, ami azt jelenti, hogy lassan 35 éves. 34 éves autó, gyerekek. És ilyen patika állapotban van. Én is néztem, mondom, azt a rohadt élet.
azt hittem, hogy a csávok jöttek vele így mutatóba. És nézem, mondom, írja alá papírokat az Ernő. Szerintem egy minimális munka van rajta, három rohadás van körülbelül rajta, és mert ott... Ó, brutálisan. Ez akkora hatalmas, hogy ez eszetlen. Na. Ja, és vajbőr, vajszínű bőr belül, ugye? Igen. Azt kapjátok ki. Automata. Ja, és ugye antenna, ahogy kijön, bekapcsolod a rádiót, csak az semmi. Rádiót? Na. Kapcsoljam a rádiót? Rádiót? Mehet, rádiót? Aha. És automatikusan kijön az antenna. 1988. Olyan, mint valami sugárhagylású gép. Akkor a szellem van a hűtőjének. Mint a beállnál valami gép mögé. Kegyetlen. És milyen halk basszus. Igen. Nagyon durva. Nem mondanám, mennyibe került. Nem volt olyan rá. De egyáltalán nem volt drága. Én is meglepődtem, hogy atya úristen. Gyönyörű. Nézd meg belül, hogy egy repedés nincs a műszerfalon. A kormány nincs lekopva, minden a helyén van. Azt a... Ez a tipikus Jaguar váltó teljesen máshogy van, mint a többi autókat. Ilyen V-alakba megy. Mert ugye általában a többi igen. Aha. Gyári Jaguar rádió benne, kazettás. Eszetlen durva. Tempomat, klíma, minden van benne. Elektromos ülés, az is működik hibátlanul. Hát ez jó vétel volt. Ennő gyerek. Semmi rohadás az ajtók alján, sem nézze meg, gyönyörű. Az egész ott is. A küszöb minden. Tehát esküszöm, hogy mint hogyha új lenne. Jó, azért nem minden új lenne, de hát ilyen... Patinás nevezik. Mint egy ilyen 10 éves. Nagyon. Ilyen orvosé volt, aki csak autópálya használta hétvégente. Ez egy spanyol autó egyébként. Ja. Onnan való. Nagyon durva. Főleg a hátulja. Meg hogy ez a kettő kibufogó a két szélén. Jó a formája tényleg. Annyira szép itt ez az egész része. Nem akartam, meg nem csak valahogy így jött, és... Hát, itt így van. Itt van, hát itt ennyi. Úgyhogy gyertek, nézzétek majd meg. Ez is meg lehet nézni, ki lehet próbálni, el is lehet vinni egy körre. Na, azért nem. De egyébként esküvőre bérelhető, vagy bármire, ilyen szülinapra bármire majd bérelhető lesz vélhetően, amíg meg lesz. Ja. Mert hogyha véletlenül úgy van, akkor azért persze eladjuk. Neked csak igazából az érzés kell, hogy igen, van egy ilyened, volt egy ilyened, legalább ez is megvan, ez is megvolt. Ilyen strigula. Ez egy strigula az életedben. Ezt nehezen engedném azért. Ezt nehezen engedném el. Ez valahogy nekem, mondom, annyira az a formavilága, az annyira elegáns egy autó, annyira ott van. Hú, nagyon. Egy kis szünet, elmegyünk kajálni, de előtte megnézzünk egy kis érdekességet a Balatonparton. Szóval pártüdülő, én kb. Egy éve nem voltam ott, ugye már bontják nagyban, már 2 éve is megkezdődnek a bontások, de ha jól tudom, a pártüdülő részében már csak 3 épület áll, megnézzük, hogy mik vannak ott. És mivel nézzük meg? Ladával. Egy szamarával. Szamarával. Na itt vagyunk. Elvileg be tudunk menni, de hogyha nem, akkor retroverni valamit kitalál. Na nézzük. Nincs van senki. De ott a portás, a képen portás. Kell venni egyet, vagy? Nyomja meg a csengőt. Ja. Az legújabb rendszer. Nyomd meg a csengőt. Le. Tessék? Jó napot, mit kellettek, hogy mit segítetek? Hát be szeretnénk menni itt a sorokba. Köszönjük! Köszönjük! Aszta, ennyi! Milyen híresek és szépek vagyunk! Beszélnék menni a sorompa, ennyi! Ennek így kell működnie! Csókolom, szeretnék úrba szállni! Rendben! Ennyi! Rendben! Tessék! Itt is vagyunk! Ennek így kell működnie! Á, és nincsen meg a retro presszó, gyerekek!
Itt volt a Retro Presso, itt egy nagy, hatalmas nagy épület volt, ezt kapjátok ki. Á, ezt nagyon sajnálom. Én ezt még láttam, amikor ilyen romokba hevert az egész, de most már eltakarítottam. Hát 10 éve még kulcssal mentünk be. Igen. Ott azok a retro szekrények megmaradtak. Na, ilyen, akkor nézzük meg, hogy mi maradt még a pártidődőből. Hát ő semmi szerintem. De, még maradtak. Biztos, hogy maradtak. A Balaton még megvan. Balaton megvan. Ez már valami. És megvan még az uszoda is, hogy elmész jobbra. Uszoda megvan. Nyilván a Castro villa is meg lesz. Meg a Kádár villa. Ú, de szép színe van a Balaton nagyon. Ú, de szép, aha. Jó, ez legalább megmaradt. Ja, és itt az uszoda. Az is megvan. Aztán én ide még jártam jacuzzizni annak idején. Ilyen nagyon kis, de én pejhes koromban. 2007-ig működött. És itt még áll egy villa éppen ugye a addig a 2 bejáratánál. Ezt is le fogják bontani. És ugye itt is volt hotel, villák voltak itt végig, és akkor nézzük meg akkor a Kádár villa az még áll le. Köszönjük a Kádár Jánosnak. És ott van a Kádár villa, látjátok, még az is áll, jó van. Ha jól tudom, a képviseletestület megszavazta, hogy ne bontsák le, de ugye ideiglenesen, ha jól tudom, szóval lehet, hogy később évben lebontásra kerül, mert ugye nincs védettség alatt, bár teljesen mindegy, hogy védettség alatt van-e, mert úgyis le tudják bontani, szóval kíváncsi vagyok. Viszont a Castro villa az védelem alatt áll. Ott ugye a Kádár-sziget valahol, ott a Kádár-sziget. Hoppá! Legendás Kádár-sziget, itt van az étterem rész, na még áll. Azt hittem, hogy ez már nem áll. Aha, de már azért készülnek a bontásra. Itt egy gyönyörű szép ilyen vörös függönyös ilyen társalgók voltak, még régen emlékszem. És gyönyörű szépen be van nőve, látod? Felkészültek a bontásra. A Castro villa azért is áll, mert használják, tehát nem elhagyatott, hanem minden évben megnyitják, be lehet menni, vannak rendezvények, én is igazából, aki kíváncsi, milyen a Castro villa, jön a nyáron, hétvégén szinte biztos, hogy ki lesz nyitva. Tehát simán be lehet menni, meg ugye ki is lehet bérelni ilyen esküvőkre, meg hasonló eseményekre, itt van a Castro villa, most be van zárva, ugye, mert nincs még szezon. Itt van, tehát ez állni is fog szerintem. Sokáig, és ugye itt van a vége. Alig a kettőnek. Ennyi. Ezt is hát megnéztük. Meg is pörtülünk, hát első észre gyula, hogy végre elmentünk valahova. Ja. Itt van. És ugye a Bringa út is itt vezet át, tehát bringások is be tudnak jönni. Itt egy régi portál. Itt még emlékszem, még 2010-15 környékén ült benne egy ember. Tényleg? Reméljük nincs ott. Nem, már nincs. Már csak azt hiszem, hogy a déli oldalon van még porta. Igen. Sorompós, meg ugye az északi felén. Itt van a déli rész ugye, itt van a porta, amit mondtam, déli részen vagyok, és itt van még ugye a régi. Nem, a sima kertmozi, ez ugye most is működik. Tavaly is működött nyáron, szerintem ezt nem fogják lebontani. Hát nagyon remélem, ez baromi jól néz ki. Fejövünk ide. Itt kell csinálni a hajnyákon a napokat. Na, ez mondjuk lehetne amúgy. Hát itt elférne egy ilyen 150 ember. Ennyi. Ez menő amúgy. Látjátok, így néz ki. A kertmozi. Ennyi. Hú, ez nagyon jó néz ki. Ez tetszik. Akkor megyünk kajálni, aztán vissza forgatni. Menjünk, menjél halott. Ja. Akkor itt fogunk kajálni? Igen. Ez még? Bercsényi strandon a kedvenc büfém. Ja, és simán beállsz? Persze. Igen, lehet? Nekem minden. Igen, nekem minden lehet. Jó, oké. Okay. De jó néz ki. Azt figyelj, igazi retro balatoni kaja. A strandon. Megnyitjuk a szezont. Megnyitjuk a szezont. Na, hát akkor menjünk vissza a keleti blokkba. Menjünk. Mit tartogat még a hátsó rész? A másik Dacia, ez nem igazán érdemes, mert ugyanaz, mint a másik. Igen, az. Vagy nem teljesen ugyanaz, ugye? Nem, mert TX. Ja, igen, az TX. De... Hogy azért besüljött a varburi. Itt tudsz erre a Trabantról, mert sorba menjünk. Kombi 601-es, azért igen. Kombi változata elég ritka. A sima limuzin, az annyira nem amúgy. Jó, az is az, de azért néha elvétve látok. Például az előbb elment itt egy gyönyörű, igen, szép, gyönyörű szép kék. És nem jött be. Nem jött be, de... Tehát is üzenjük neki, hogy ez a nagy hiba volt. De dudált, szerintem ő dudált, viszont igen, a kombi.
Az már ritkább. Ez fellelt állapotban van, még ez kis is takarítva, úgyhogy ezt úgy nagyon ne nézegessük, hanem majd. Ja. El van a kormánya teljesen, tehát ez ilyen neked való ilyen roncs volt. Ja, ez inkább ilyen roncs. Aha, de nem roncs, de lába jött ide, nem ugye? Hát ez nem. Ja, nem. Ezzel motorja. Kell még foglalkozni. Kisen nyílik még az elején a rohadva. Ez nagyon régóta áll. Meg azt hagyjuk. Ugye ez a Trabant, ez elméletileg, ez a Trabant még amikor nyitottuk a múzeumot, ment. Ja, emlékszem, küldtél róla a videót, hogy ezzel mentél be, igen. Sőt, tavaly is beindítottuk, most már azóta nem, itt csak inkább tologattuk ide-oda. Aha. Az van, hogy ennél kéne cserélni benzincsapot. Sok minden volna. Mert valahogy csöpög belőle a benzin, vagy most azért nem is raktunk bele. Beindítsuk, vagy lehet? Szerintem ezt annyira ne erőltessük, mert most akkor csak elfolyik utána belőle a benzin. Jaj. Ez elvileg indul, csak rakunk bele egy aksit. Uh-huh. Ő egy Skoda Forman, és mentőautót csináltam belőle, meg gondoltam, hogy ez így izgalmasabb. Szlovák oldalon találtam ezt a fajta mintát, és az alapján lett megcsinálva. Ha, érdekes. Nézzük, hogy indul-e. Nézzük, na. Ez is mióta nem volt beindítva kb? Hát, az az igazság, hogy a murvázást csináltuk kb. Egy hónapja, aha. Akkor. Akkor, aha. Na, kíváncsi leszek. De télután is rögtön indul. Ha? Hogy felszívja a benzint, már megy. Ha? Na. még a üveg is retro benne. A kis szivató. Na? Szerintem kifogyott a benzin. Ja. Valószínű. Na ez tényleg real, gyerekek, ez nem ilyen megjátszott, hogy meg van csinálva, aztán indítgatjuk. Rakjunk bele benzint, kíváncsi vagy. Ha már egyszer elkezdtük, akkor. Közben megtaláltam a hangszorot, retrojelnő elment. Ott van retrojelnő, hozza a kannát, megtalálta a benzin. Most jelenleg azt láthatjuk, hogy retrojelnő viszi a benzinbe, de nagyon-nagyon siet, nagyon elszánt az ember, láthatjuk, amint éppen cipeli a nagy kannát tele benzinnel. Most benzint fog tölteni a járműbe. Gyerünk, retrojelnő, meg tudod csinálni. Gyerünk, egy országdrukkol neked, és velesd utta, és már folyik bele a gyönyörű szép, finom benzin. Vagy Oszkap nagyon finoman tölti a benzint. Látszik, hogy nem először csinálja. Nagyon-nagyon látszik, hogy azért van benne tapasztalata. Halljuk, hogy csörög a benzin. Mellé is. Nem gond. Az a lényeg, hogy menjen az autó. Megtöltötte. Most elővesz az öngyújtóját. Ez haláli ez a hangos bemondó. Ez új játékszerel ez lesz. Retro Ernő szigete. Na nyomjuk! Gyerünk. Ó, de gyönyörű szépen indult ez az autó. Azon gondolkozom, hogy a Warburgot előrébb rakom. Hogy? Még egyszer nem hallom. Azon gondolkozom, hogy a Warburgot előre rakom, igen. Ezt ezzel elállok, hozom a traktort, és a Trabantot elhúzzuk. Jó. És az utánfutó sátrat meg kihúzzuk. Micsoda? A utánfutó sátrat meg kihúzzuk a dzsindzsából. Jó. Benne vagy? Aha. Csináljuk? Ja. Gyerünk. Most konkrétan pakolni fogunk. Átpakoljuk az autókat. Pont fel akartam menni. Na. Ezt. De finom. Ez adja, ez...
nem is kell ilyen speed meg ilyenek, ezt kell szagolni minden nap. Oh. Kicsit beette magát a kövek közé. Na, sikerült rábeszélnem Ernőt, hogy a Trabantot is indítsuk be, mert zöld Trabantról van szó, szóval szerencsét hoz mindenkinek, szóval szerintem azért... Mi? Azért csak próbáljuk meg. Ez nagyon régóta nem volt beindítva, lehet, hogy már egy éve. Mikor volt beindítva utoljára? Ez egy két éve. Két éve. Hát a... megpróbáljuk. Emlékszem, hogy még küldtél videót két éve, hogy... Vagy három éve volt, az mellett három éve volt, amikor még megvetted. 1980-as gyártású, jól látom? Igen. Aha, 80. Hát ilyen laza 42 éves kocsi. Ja, várjál, jött. A tank. Hát ez fél liter. Még egy kicsit rakom. Még? A varburba is majd kell rakni, abban is nagyon kevés van. Aksüt be. Folyik a benzin. Hozd meg, röppen! Milyen szépen teker, mi? Még indexelsz. Mert elakadtam. Ja. Azt a betyár. Kipufogó. Ez ezer sebből vérzik. Mi szétjött a kipufogó, mert valószínű valahol... Azt láttam. Valahol leért, tudod? Aha. Hú, mindjárt megdepózom. De beindult, basszus. De beindult, szépen tekerte, jól átforgatta. Ez nagyon jó állapotban van. Azt a betyár. Na, mit szólsz? Hát ez két év után egy 601-es két üzemet Trabantot így beindítani. Azt látom, hogy kipufogó még. mint valami western filmben a fegyver. Azt a betyár élet. Ugye? Cipő. Pőröm. Hát ez nagyon durva, hogy így beindult. Én amúgy letettem róla, amikor már másodszorra próbáltam. Az a bilincs nem persze annyira bírta az iramot szerintem. Mennyire forró az ott most? Még semmire. Nem, mert az történt, hogy nem csak a bilincsel van a baj. Hanem leért? Nem hiszem, hogy leért. Hanem ez a gumimencé. Így a földrottozzuk, azt készen vagyok. Na. Hát ide fölkötöttem egy ilyen retro drót segítségével. Ideiglenesen jó megoldás ez. És készen vagyunk. Ez úgy ott Trabantba, két perc alatt megcsinálsz mindent egy fogóval. Leesek a kifogó drót, és kész, mehetünk is tovább. Mehetünk Zágrábig. Inkább csak Zánkáig. Elzártam a benzint. Igen, ahogy fújt. Igen. Várj, valami izé jött ki, az előbb ilyen sziklát láttam. Nem aha. Sziklát? Aha. Itt a... ide köpött ki egy sziklát. Igen? Aha. Szóval... hagyjuk? Hát... de milyen sziklát? Mi az? Nem tudom. Hagyjuk nyitva? Valahonnan innen jött ki, aha. Onnan? Aha. Tudom már mi, hát ott ömlik a benzin le.
Hát azt látom, azt mutattam. Ott jött ki a szikra mellette, az lehet, hogy... Ez igen, mert hagyjuk is, ja. Fölrobbanunk. Ja. Figyelj, igazából beindult. Igen, az megvan. Ja, az megvan. Ez egy 900 köbcentis dízel, kéthengeres dízel. Jan már névre hallgat, már 30 éves. Ez igaz. Ezzel ki fogsz férni? Nagyon durva. Itt is el fogsz férni? Azt megnézem. Jó ritmusa! Szóval mégis úgy döntöttük, hogy ezzel fogjuk elhúzni a kocsikat, mert nem akarjuk itt nyegletni őket. Be is süllyedt az előbb a Trabant, meg fékre van állva ugye. Meg ez meg ugye, ez meg alapból nem indul ez a Ford Transit. Tehát hogy mindenhol elszínek vele. Ja. Ugyanazt tudja, mint egy nagy Trabant. Ezzel húztam a hajókat mindenki. Csoda? A hajókat is ezzel húztam minden. Nagyon jó. Ja. De ezt kézzel is lehet, na ez nem olyan nehéz. Nehéz? Igen. Ez most látom, van egy vízibiciklid is? Beszarás hallod. Egy retro vízibicikli. Ezt nem is láttam, hogy itt van. Utánfutóról mit kell tudni? Ez egy skiff sátras utánfutó. Sátras utánfutó? Aha. És itt van még egy autófelügyelet. 1985-ből? Igen. Azt a rohadt. Tehát meg akartam csinálni egy ilyen kis kemping részletet, de aztán a fű miatt úgy döntöttem, hogy inkább nem messze szét fog rohadni. Csak ezt még nem volt időm előre húzni. Jó? Lehet. Húzzal, azaz. Nincsen meg a bizbasza az utánfutónak. Aztán az én hatalmas nagy súlyomat használjuk. Nem tudok
kamerázni, mert nekem is kell kormányozni a Trabantot, szóval ugye jövök. Se húzni arra fele? Igen, oda, így. Onnan fog kihúzni, kicsit befele kell jönnem ugye a Murvára, mert ugye ott elég nagy gödör van. Itt és valahova ide akarja tenni, tehát ide fogok vele valahogyan kormányozni. Na nézzük. Sikerült, felezővel kiúszta az Ernő, úgy volt, hogy felező, tehát felezőbe kellett rakni, ilyen lassan, így, ilyen lassan kiúszta, így ment, nagyon durva, az Ernő azért valamit tud, de tehát tényleg egy nagyon durva az Ernő gyerek. Sikerült! Ja. Ezt most ástad? Az a közel, amit ástod, már szerencsére felvettem, én nem láttam, hogy mennyit szenvedtél. Azt a betyár. Szép új, meg lett csinálva, most meg összecsesztük. Na Ernő, és mit hagytál még ki? A Predo lakókocsinkat. Lakókocsit, és ugye... Electroniki kedvencem. És ugye ezt már GoPro-val vesszük fel. Azért, mert a kamera hibájából. Tehát igazából hatalmas nagy beltér. Ez egy 84-es dolog. 1984-es gyártású. Nézd meg, milyen székek vannak hozzá. Igazi retro. Hozzá lehet kötni az autóhoz. És készen vagyunk, mehetünk ahova akarunk. Mehetünk a Balcsi partra. Gyere be! Na.
külön konyha részlet. Ide, aha, ide. Aha. Berendeztem egy kis konyhát. Aha. Esetleg némi. Régi újság is van benne. Hatalmas nagy. Ez nagyon megvan a feeling. Egy ilyen jó... Aha, egy ilyen jó Warburgot hozzákötni, és ugye Balaton kört megcsinálni. Ezt igazából a kis poszkiknak gyártották. Egy kis poszkinek? Igen. Aha. Ez full üvegszál az egész. Mm. És ez letejét ki tudod nyitni, körül van szúnyoghálózva, és akármilyen meleg van, tök jó jár benne a levegő, és nincs meleg. Ezzel voltunk Horvátországban, Tiszánál, mindenhol. Ezzel? Igen. És mi? Ezzel is vizsgás ez. De mivel húztátok? Mivel? Mercivel. Mercivel, aha. Mercivel, amit tudod. Igen. Aha. Tavaly. Nagyon durva. Konyha részleg, van egy ágy, étkező. Ugye ebből is ágyat lehet csinálni? Szóval igen, ebből ez gyakorlatilag három személyes, tehát itt... Három? Igen. Itt két fő, ott egy fő. Három gyerek? Nem. Kis felnőtt? Nem, teljesen kényelmes. Én vagyok 180. Hát ebben nem táncolni kell. Ebben hát, mondjuk, enni kell, figyelj, erre azt mondom, hogy így duzzog be, elférek így. De ott... Jó, de az lejön a hátulján, ja. Meg ez is, és az már pont jó. Hát jó, ilyen... Hát nem egy ritszáló, ez kell. Igen, szocialista komfort. Úgyhogy nagyon van. Ezt vág ki belőle, mondjuk ki meg. Mit? A szocialista komfort. Igen. Ez a szerelme ezen a fotó. Én is nagyon szeretem egyébként, mert könnyű húzni, nem rángatja a kocsit, uh-huh. És könnyen tudod mozgatni. Mondjuk a nagy lakókocsikat azért kurva szar. Hát igen. Jó, az ilyen fullosokon már ugye távirány, vagy ilyen motor van, és akkor távirányítva be. Hát rohadt hangulatos, tehát nem arra van szó. Csak nekem kicsi. Jó, hát mondom, tehát ez volt akkor. Ja. Na, ennek köszönöm szépen a vendéglátást. Kicsit olyan óriásnak éreztem magam ebbe a lakókocsiba. Azt, és most jön a nap fénypontja. A Simpson. Ennyi. Atya úristen, gyönyörű. Hát azért nem olyan szép, de... De, nekem szép. Már hogy nincs annyira szép. Mit tudsz róla mondani, mikor évjára tippelek? 1978. Honnan tudtad? Már itt van, itt látom. Ja, ez a másik. Alatt tábláját levestem. Na, amúgy én soha az életben, soha, never ever nem mentem Simpsonnal. Én Rigával kezdtem gyerekként, Riga 4. Riga 4-es, és még mindig megvan. Fel is tettem, nem is van régen Instára, hogy majd megcsináljuk, hát idő nincs rá, de még megvan. 1974-es az, tehát régebbi. Először megyek Simpsonnal, világéletemben. Soha nem mentem még. Kíváncsi leszek. Benzincsap? Ja, bossz. Alig várom. Na, első Simpsonos élményem. Várjál. Oké. Úgy jó. Ideig jó. Mit csináltam rosszul? Nem tudom. Nem figyeltem. Betettem egyesbe, az jó volt, ugye? Aha. Nem? De. Akkor? Nem tudom. Kis gáz húzzál neki.
Márnő, köszönöm szépen az időutazást, fantasztikus volt, meg a kis munka is volt a végén nyilván, de hát ugye... Jó, de azért kajáltunk is, voltunk, csavarogtunk, mentünk. Ne szégyeld, befogtál munkára. Ennyi. Ez nem mindegy, hogy az ember segít, érted. Igen. Beszéltük, télen volt, mikor voltam az utoljára? Télen? Ha, valahogy így, igen. Több mint egy éve. Kármi. Hogy rendezzünk majd valamikor ilyen vetítése egybekötött, előadása egybekötött, közönség találkozó vagy egybekötött, Retro Múzeum látogatása egybekötött, Urbex Gyulával egybekötött napokat, vagy egy napot, igen, vagy egy igen, délutánt, igen. Vagy valami ilyesmit. Mi az elképzelés? Az az elképzelés, hogy vettem egy Icarus 211-est, ami itt fog állni. Ez volt a meglepi a végére. Icarus. Igen. 211-es. És abba fogsz előadni. És annak hol lesz a helye? A kisház és a kapu között pont befér. Igen? Igen. Icarus 211. Igen, és kivetítőn ott fogod bemutatni a filmeidet. És csinálunk zsíros kenyeret hagymával. Alig van hely. És megoldottuk egy busszal. Komolyan, ez hihetetlen. Úgyhogy innentől kezdve a te kezedben van. Úgyis majd bejelentjük, vagy Facebookon, vagy Instagramon. Valami nyári vasárnapi délután. Igen, de azt ugye tudod, hogy ez 37 személyes, és a rajongó táborod az nem fog benne eltérni, tehát többfajta, tehát hogy többször kell ezt megismételni, akkor... már amennyibe szeretnéd, mert hát ugye ez volt a lényege, mert hogy nagyon sok követőd meg akart ismerni, és a úgymond egy kicsit a kulisszák mögé nézni. Jó, valamit már kitalálunk akkor, ez jó ötlet. Icarus busszal. Ennyi. Buszban? Ban. 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 Buszban. Nem kint? Buszban. Buszban. Jó. Hát most abban semmi poén nincs, hogy most így elrakunk 37 széket, és akkor ott úgy érve. Icarus buszban az is poén most Icarus buszban. Tehát maradjunk annyiba. Igen. Olyan osztálykirándulás feelinget akarsz? Abszolút. Jó, benne vagyok. Retro utazás. Gyulám. Köszöntöm. Örültem a találkozásnak. Legközelebb is jövök. Vegyél még sok autót. Mindenféleképpen a Skoda 100-ast vegyél. Egy párat, ezt szeretném, aztán majd legközelebb jövök, jó? Na, cső! Sziasztok! Ha pedig Retro Ernő több autót vett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ám ezzel nincs vége.